2013. október 16-a és 22-e között vendégeskedett Kazasztánban Egri Sándor vezetésével a Karcagi Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület 6 lovasa és a nagyrévi 12 éves lovasakrobata Pető Vanda. Az utazás a kazah hagyományőrző lovasok 2012-es Egri látogatásának viszonzása volt. A magyar hagyományőrző lovas csapat látványos bemutatókat tartott, szereplésüket rendkívül nagy érdeklődés kísérte, melyet a kazak állami televízió is tudósított. A bemutatókról szóló riportnak köszönhetően az ország egész népe meggyőződhetett a magyar lovasok tudásáról, állóképességéről. Kazakok rokon népként tisztelik, és úgy is fogadták a magyarokat. A magyar csapat első útja az ország legnagyobb városába, a régi fővárosba, Almatiba, Mándoki Kongur István sírjához vezetett. A karcagi születésű keletkutató turkológus, nyelvész, történész és néprajztudós 1992-ben hunyt el Dagesztán fővárosában, Mahacskalában. A nagy tudóst, az egykori Szovjetunió területén élő török eredetű népek apostolát tagjává választotta a Kazah Tudományos Akadémia. Kazah felesége kívánságára Almatiban az akadémia költségén temették el. Sírját az almati 154-es számú Mándoki Kongur István általános iskola diákjai gondozzák. A magyar lovasok ellátogattak az iskolába, ahol ünnepélyes fogadtatásban volt részük. A tanintézet mai és végzett tanulóinak zenekar adott koncertet tiszteletükre. Bernár Maszalim, az iskolában berendezett Mándoki Kongur István Múzeum alapítója, neves történész, a kazak-magyar kapcsolatok ápolója, kazak-kipcsák-kun rokonságot bemutató könyvét ajándékozta a magyaroknak, akik pedig egy igazi karikásostort adtak a múzeumnak. A magyar lovasokat vendégül látta Kazasztán egyik legmegbecsültebb művésze, tudósa, a kazakpénz, a tenge motívumainak egyik tervezője, Harjula Gabzsalilov. Az egyszemében képzőművész, történész, könyvkiadó emlékeztetett a kazak és a magyar nép közös gyökereire, és felhívta a figyelmet a történelmi tudat ápolásának fontosságára, amelyre a Szovjetunió felbomlása a kazak önállóság megteremtése nyújtott lehetőséget. A lovasok a költségek miatt lovat nem vihettek magukkal itthonról, így egyetlen edzés nélkül hősiesen, vakmerően pattantak fel az egészen másfajta, keményebb bánásmódhoz szokott kazak lovak hátára. Lenyűgöző lovastudásuk, a honfoglalás korát idéző harci bemutatójuk ámulatba ejtette a közönséget. A pusztai pásztorok veszélyes fegyvere, a karikásostor mesteri forgatása pedig igazi tekintélyt teremtett. A bemutató után közös lovas játékok kezdődtek. Lovas birkózás, mennyasszonyfogás.
Ezután a magyarok megismerkedhettek a Kazasztánban nemzeti sportnak számító kokpárral. Ezt az izgalmas lovas játékot egy frissen levágott kecske testével játsszák. Két csapat van, és a cél a kecskét az ellenfél kapujába juttatni. A magyar csapat vendéglátója az Almati Sport és Turizmus Akadémia szakedzője, Abisev Kendibály nem csak oktatja, hanem műveli is a kazahok legnépszerűbb népi lovas játékát. A látványos bemutatók, a pusztai lovas nomád népek közös történelmének felidézése, a jurtában elköltött közös ebédek, a nagyszerű vendéglátás mindenki számára emlékezetessé tette ezt a néhány napot. A szakmai kapcsolatokon túl igazi barátságok születtek a magyar lovasok és kazak vendéglátóik között. Kazak barátainkat várjuk a hortobágyi lovasnapokra 2014. június végén. Thank you.